Hasonló sorsolással az öttusa versenyek lovaglása szokott kezdődni. Öttusázók itt is voltak. Most mi töltjük be a lovak szerepét, ez azt hiszem egy nagyon nemes feladat, mert nagyon csinos lányok fognak úgymond sorsolni minket a csapatba. Az, hogy a lányok sorsolták magukhoz a két fiút, persze nem jelentette azt, hogy ők a főnökük a csapatban. Mindig megpróbálom összeszedni a csapatot, bármilyen csapat is. Hát most ez az én csapatom, most ezt kell összeszedni. Tavaly sikerült egy kis pénzt keresni itt a csapatunkkal, holtversenyben az első helyen végeztünk, úgyhogy minden, aki ott van, azt kell megverni. A fiúkra is külön rámegyek, meg a lányokra is külön rámegyek. Más? Más nincs, csak fiúk meg lányok. Mármint, hogy más a fiúkkal, meg más a lányokkal? Más, igen, mert a fiúk erősebbek és gyorsabbak. Vannak ilyen taktikák, amiket ellenük be lehet vetni? Hát vannak, de én nem szoktam. A lányoknak annyi előnyt adtak, hogy együttes találat esetén ők kapják a pontot. Ez néhány úri embert igen kellemetlen helyzetbe hozott. A lányokkal nem szeretek vívni, azt mondja, nem szeretek, hanem nem féltem őket. Félek, hogy nagyon megszúrom és esetleg is kihasználják az együttes lehetőséget. Hogy abban nekik a jobb. A hangulat az hallható, hogy a hangulat az iszonyú jó. Mindenki kicsit a bulira veszi az egész versenyt. Úgy veszem észre, hogy a fiúk nem nagyon szeretnek a lányokkal vívni, mert vagy félnek, hogy erősen megszúrják, vagy egyszerűen félek attól, hogy kikapnak tőlük, úgyhogy sok fiú van, aki főleg a lányoktól kap ki. Hát azért fizikailag sokkal keményebbek, mint a lányok, úgyhogy ha igazán megkínálnák őket, akkor azt hiszem, fájna nekünk. Azért egy többszörös világbajnok párbajtőrözőnőtől egyáltalán nem szégyen kikapni. Anyukám mindig azt mondta, hogy bánjak óvatosan a női nemmel, és ezért itt nem küzdöttem úgy, ahogy kellett volna. Meg lassan itt a nőnap, meg minden. Szóval óvatos voltam. Szóval nem te voltál a hibás? Nem. Azt hiszem, nem voltam a hibás. Egyébként a Marian eddig kb. 8-szor vívtam, 8-szor nyert. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a mumusom már kezd válni. Hála Istennek, hogy nem találkozunk öttusa versenyeken. Sokan panaszkodnak, hogy ezért nem tudnak a lányokkal vívni, mert sajnálják őket. Elhiszed, hogy nem mernek megszúrni? Igen, elhiszem, mert van, amikor érzem is, hogy most adhatott volna, és nem adott. Igaz, hogy nem annyiszor, mint ahányszor mondják.